Csat Magdolna közgazdász professzort jelölte a jegybank monetáris tanácsába a Mi Hazánk mozgalom. A párt szerint a szakember személye lehetne a garancia arra, hogy a tudás, ne pedig a politikai hűség legyen a szempont a vezető pozíciókra való kiválasztáskor. Duró Dórát kérdezzük. Aki a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az, hogy egyáltalán jelölnek, az azzal a reménnyel is tölti el önöket, hogy esetleg a jelöltjük bekerül a monetáris tanácsba? Ebben az esetben igyekeztünk kifejezetten figyelni arra, hogy ne egy pártpolitikai alapú jelöltet állítsunk, hanem tényleg azt egy olyan hölgyet, aki egy professzor emeritus, Szent Györgyi Albert díjas közgazdász, és állami kitüntetést is átvehetett egyébként nem régiben, tehát Csat Magdolna személyét ténylegesen nagy társadalmi és szakmai elismerés övezi. A rendszer működéséből ugyanakkor arra következtethetünk, hogy nincs sok esélye, hiszen a Fidesz is két jelöltet állított erre a két pozícióra, tehát azért ha fogadni kellene, azért nem arra fogadnék, hogy elfogják. Hát ráadásul ugye azt hírlik, hogy Matolcsi Györggyel szemben próbál a Fidesz egy olyan jelöltet bejuttatni, aki megfelelő ellensúly lesz az ő elképzeléseivel szemben. Hát a hatalompolitikai megfontolások azok itt is elsődlegesek. Akkor... De az önök jelöltje is kapott ilyen útravalót önöktől? Hogyha oda kerül, akkor ellensúly legyen Matolcsival vagy a kormánnyal szemben? Semmiféle pártpolitikai utasítást nem fogalmaztunk meg. Én úgy gondolom azért méltatlan is lenne a professzor asszony személyéhez is, meg egyébként a monetáris tanácsnak a működéséhez is. Másrésztről azt mindenképpen szeretnénk, hogyha a nemzet érdekeit tartaná szem előtt, hiszen a Mi Hazánk is az országgyűlésben így igyekszik politizálni, hogy nem azt nézzük, hogy ki nyújtotta be az adott javaslatot, hanem hogy mi annak a tartalma, és hogyha egyetértünk vele, akkor azt támogatjuk, hogyha pedig nem, akkor ellenezzük. Hát Csat Magdolna a hatékonysággal, a pénzügyi hatékonysággal foglalkozott az életműve jelentős részében, az ránk férne mondjuk. Önöknek van véleményük, ami itt elmondható arról a vitáról, ami mondjuk pénzügyi hatékonyság ügyében kialakult a Nemzeti Bank és a kormány között? Alapvetően Matolcsi György több parlamenti megszólalásában, ugye decemberben a gazdasági bizottságban, és most néhány hete az országgyűlés plenáris ülésén is olyan beszédet mondott, ami felér egy beismerő vallomással a kormány gazdaságpolitikáját illetően. Abban mindenképpen egyetértünk a jegybank elnökkel, hogy egyrészt a termelékenység növelésére lenne szükség Magyarországon, tehát olyan üzemeknek a létrehozására, amelyeknek a hozzáadott értéke az jóval magasabb, és mondjuk ezért is ellenezzük ugye a debreceni akkumulátorgyárnak a megépítését is, mert annak rendkívül alacsony a hozzáadott értéke, de egyébként ez egybecsengéppen egy Csat Magdolnának a legújabb tanulmányaival is, aki szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy innováció tekintetében Magyarország le van maradva, sőt a felsőoktatásra fordított innováció finanszírozásában még a V4-ek között is utolsó helyen áll Magyarország, tehát ezek a területek azok, ahol mondjuk kitörési pontot jelenthetnének. Ugye ez azért is furcsa, mert Orbán Viktor rendszeresen arra hivatkozik, hogy az innováció az ereje a magyarnak, a találékonyság az, hogy mi talpra esetten, akkor is kitalálunk valamit, hogyha nagy a baj, és mindig elmondja, hogy az innovációra mennyit kellene költeni. Kellene, de nem költenek. Így van, tehát feketén-fehéren látszanak a számok, hogyha megnézzük az Eurostatnak az adatait, összehasonlítva akár a V4 országokat, de Románia, Bulgária esetében is ezt felhozhatjuk, de most már ugye a minimálbér tekintetében is a sor végén kullogunk, csak Bulgária az, amely országban alacsonyabb a minimálbér, mint Magyarországon, és hogyha az átlagbéreket vesszük figyelembe, ugye a KSH adatai alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyé ebben ugye a legalacsonyabb, mindösszesen bruttó 230 ezer forint körül van, ami egészen elképesztő. Gyakorlatilag nem tudnak abból, még kétkeresős családmodell esetén sem egy tisztességes megélhetést nyújtani. Hát a boltban ugyanannyiba kerül minden, meg a számla is ugyanannyi a fogyasztás után. Persze, hát ez teljesen világos. Így van, nem beszélve arról, hogy például a családtámogatásoknak mindegyike, ugye idén január 1-én is veszített az értékéből, és ilyen brutál magas infláció esetén, ugye 25%-os inflációra beszélhetünk, a családok megélhetése hónapról hónapra nagyobb, és nem volt olyan családtámogatás, amit infláció követővé tettek volna, egyiket sem. Tehát az összes kevesebbet ér, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Látja rajtam, hogy szólnék. Bocsánat. Nem, csak láttam, hogy látja. Az jutott eszembe, hogy ugye 13 éve veri az asztalt az ellenzék, gyakorlatilag minden párt, a családtámogatási rendszerben lévő összegekhez hozzá kell nyúlni.
ezt nem teszi a kormány. Az nem egy ellenzéki és egyúttal egy társadalmi kudarc, hogy ezt nem sikerült a kormányon keresztül verni 13 év alatt? Hát voltak, sőt, elég sok olyan családtámogatás van, amit azért ez a kormány vezetett be. De semmi nem be. Szociális alapú. Így van, munkához kötött. De ezzel az elvel egyébként a Mi Hazánk mozgalom egyetért, hogy a munkához kötött családtámogatásokat kellene növelni, de hogyha megnézzük azt, hogy például a 2011-ben bevezetett családi adókedvezmény legklasszikusabb formája talán a családtámogatásnak, ugye három gyermek után 99 ezer forintot fizet ki az állam. Hogyha ez olyan mértékben nőtt volna azóta, mint amilyen mértékben mondjuk a bérek emelkedése megtörtént, akkor ennek most körülbelül 300 ezer forintnak kellene lennie. Tehát egy harmadára esett vissza a bérekhez képest a családtámogatásnak ez a formája. Ez azért önmagáért beszél. De emögé nem lehet egy társadalmi támogatást rakni, hogy elérjék azt, hogy ezek a számok ezek ne ilyenek legyenek, hogy ne értéktelen legyen minden, amit úgymond ajándékként kaptak a családok? Ezt a kérdést Orbán Viktornak nekiszegeztem az országgyűlésben, és azt mondta, hogy ha a infláció követővé tennék a családtámogatásokat, akkor az államcsődöt eredményezne. Holott egyébként, hogy a nyugdíjak törvény által garantált módon infláció követők. Más kérdés, hogy ez is, itt is van azért néhány trükk a számokkal, de úgy gondolom, hogy ha nem is az összeset, és nem bírná el az államháztartást azt, hogy az összes családtámogatás infláció követő legyen, legalább néhányat kellene. Ráadásul Orbán Viktor úgy beszélt az országgyűlés nyitó ülés napján a családtámogatások bővítéséről, hogy egy új családtámogatási formát vezettek be, de hármat egyébként megszüntettek. Tehát ez egész egyszerűen nem igaz, amit mondott. Nem bővültek a családtámogatások, hanem szűkültek. Van még egy témánk, egy törvényjavaslatot vinnének a kormány elé a gyermekvédelmi törvény megváltoztatása, módosítása kapcsán. Szigorítanák azt még hozzá a budapesti és vidéki iskolákban az elmúlt időszakban előkerült pedofil ügyek okán. Amire azt mondják a szakemberek, hogy hát ezeknek a száma, bár most hirtelen láthatóvá vált, hogy mennyi ügy van, de alapvetően nem nő, és igazából nincsen akkora társadalmi veszélyessége, mint amekkora a felháborodás egy-egy ilyen ügyben, egyébként jogos felháborodás. Óriási a látencia ebben a kérdésben, és azt tapasztalom, hogy például az iskolai erőszak kérdésében is egy darásfészekbe tudunk belenyúlni, hogyha elkezdünk az ügyel foglalkozni. Tehát ön tagadja azt, hogy nem lenne sok pedofil ügy például? Azt úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban azért minden ilyen jellegű szexuális visszaélés, azoknak a száma növekszik Magyarországon, és nem csak a nyilvánosságra kerülés okán növekszik, hanem azért, mert ez a téma ez nagyon közkeletű most már a közbeszédben. Egyrésztről, másrésztről azért azt is el kell mondani, hogy nem, persze szükség van a törvénynek a szigorítására, de azért ebben az ügyben is azt látni kell, hogy már 2018-ban ezt a konkrét esetet, Bitte Zsoltnak az esetét jelezték az illetékes tankerületnek, a Kliknek, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom, és nem történt semmi, tehát gyakorlatilag érdemi vizsgálatot sem folytattak le, pedig ha már akkor ezeket a mindenki számára most már ismert felvételeket érdemben vizsgálta volna a tankerület, illetve a Klik, akkor meg lehetett volna előzni ezt az esetet is. Tehát nem elég az, hogy szigorítjuk a törvényeket, hanem a rendszernek működnie is kellene. A törvényekhez hogy nyúlnának hozzá? Egyrészt a homoszexuális kapcsolatok beleegyezési korhatárát meg kellene emelni, ami álláspontunk szerint, és erre vonatkozó parlamenti indítványt már tettünk is az országgyűlésen. Csak a homoszexuális kapcsolat létesítéséhez? Hát, nagyon nehéz kérdés ez. Mindenképp örülünk neki, hogy egy társadalmi vita elindul erről, és a kormánynak is van szándéka, ha jól értesültünk arra, hogy legkésőbb ősszel egy átfogó gyermekvédelmi csomag kerüljön az országgyűlésre. Mi ehhez mindenképpen meg fogjuk tenni a konkrét javaslatainkat, mert egyébként a már eddig elfogadott gyermekvédelmi törvények is ezersebből véreznek, nem sikerül azoknak érvényt szerezni, mert nem rendeltek szankciókat a különböző tevékenységekhez, tehát az ilyen tartalmú reklámoknak a sugárzására, vagy például a külföldi magyar nyelvű, de külföldi tulajdonú műsorszolgáltatók esetében ugye ugyanúgy megy tovább minden, ahogyan eddig ment, mert semmilyen eszköze nincsen
a magyar jogrendszernek arra, hogy ezeket a műsorszolgáltatókat valamilyen módon szabályozza. Előbb én azért kérdeztem vissza, mert ugye mondja a homoszexuális beleegyezési korhatár megváltoztatását, az nem azonos a homoszexualitás a pedofiliával. Tehát általában nem homoszexuálisok követnek el pedofil bűncselekményeket. Azért kérdeztem, hogy ez csak rájuk vonatkozna a beleegyezési korhatár emelése, vagy általában a szexuális kapcsolatokra. Hát rájuk mindenképpen biztosan, ugyanakkor ez is egy olyan szelete az egész gyermekvédelemnek, és különösen súlyos esetek, hogyha iskolában történnek ilyenek, tehát aki úgymond egy tanár, úgy akár hatalmi pozícióban van egy diákkal szemben, és akkor történik meg, ezek mindenképpen súlyosbító körülményekként kell, hogy szerepeljenek a törvényben, de említhettem az Aszódi iskolának az esetét is, ahol már nem pedofil, hanem egy erőszakos bűncselekmény történt gyakorlatilag két tanuló között, és mind a tankerület, mind az iskolaigazgató az eltusolásban működött csak közre, ami elég felháborító, és az esetet követő parlamenti felszólalásom után rengeteg levelet kaptam, amelyben leírják gyerekek, diákok vagy a szüleik, hogy őket is bántalmazták, és nem tudnak kihez segítségül. Ön a rendőrséghez fordult ez ügyben? Ebben az ügyben már a... Vagy ezeknek az ügyeiben? Ebben a konkrét ügyben már a 60-i kórház, lévén, hogy a sérültet oda kellett szállítani, megtette a feljelentést, de az is jellemző erre az ügyre, hogy a bántalmazott fiú ott sem merte elmondani, hogy valójában erőszak történt, hanem azt mondta, hogy baleset, és a kórház dolgozói voltak azok, akik a sérülés típusából felismerték, hogy ez nem történhetett baleset. Hát és ez felvet még számtalan kérdést a gyermekvédelmi rendszer állapotától kezdve, oly sok mindent. Mindenhez egyszerre kéne hozzányúlni igazság szerint. Dúró Dóra, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.